Szombaton immár harmadik alkalommal rendezik meg a Palotavárosi Királydombon és környékén a Jurtanapot. Az esemény fővédnöke, Palotaváros önkormányzati képviselője Víza Attila elmondta, az eseménynek helyszínt adó parkban színes, változatos programok fogadják az érdeklődőket. Arra gondoltunk, hogy egyébként minden év utolsó nyári hétvégéjén nem csak a palotavárosiaknak, hanem a székesfehérváriaknak is megmutatjuk azt a hagyományt, vagy azt a régi építkezési vagy lakhatási formát, amit a nomád élet sajátja volt, ez pedig ugye a jurta. Én azt gondolom, hogy felújítva, szépen áttisztítva a jurta az készen áll, és arra kérek mindenkit, aki érdeklődik utána, az szombaton reggel 8 órakor jöjjön el, látogasson meg minket. Berta József, a Fejér megyei Népművészeti Egyesület alapító tagja elmondta, hogy a Királyok parkjában szombaton 8 órától már megkezdik a gránátalma díjas jurta állítását, és várnak mindenkit, akit érdekel, hogyan épül fel vándorló nomád eleink nemes sátra. A látogatók megismerkedhetnek azokkal az egyszerű kötözési módszerekkel is, amivel stabilizálni lehet a jurtát. 40 éve augusztus 20-án itt a Királydombon, sőt az a domb az ezért készült, hogy ennek a jurtának legyen helye, úgyhogy ott Géza fejedelemnél fogjuk állítani a jurtát. 8 órától már kezdjük a jurta állítását, a hivatalos program az 11 órától kezdődik, de mindenkit, akit érdekel az, hogy hogyan épül fel egy ilyen sátor, azokat várjuk ide már 8 órától is. A hivatalos program 11 órakor kezdődik, lesz népművészeti vásár, kézműves bemutató, mesemondás, népi játékok és íjászkodás is. A harmadik jurtanap résztvevői megismerkedhetnek minden foglalatossággal, ami az egykori eleink nomád életmódjához tartozott.